Szervusztok, én vagyok a Mikulás. Amint tudjátok, a legfontosabb teendő minden évben az, hogy ajándékokat vigyek a gyerekeknek a világon mindenhova. Tudom, csodálkoztok, hogyan lehetséges ezt elvégezni csupán egyetlen egy éjszakán. Nos, hát ezért a legjobb barátaimat, a rénszarvasaimat illeti az elismerés. Itt Lapföldön sok számomra kedves rénszarvas van, de egy rendkívül közel áll a szívemhez. Biztosan tudjátok már, kiről beszélek, természetesen Rudolfról. Ő egyúttal a nagy szarvas csordán vezére is. Rudolf az erejét a szuperzuzmótól kapja, ami csak itt terem a Lapföldön. A szuperzuzmó teszi képessé Rudolfot arra, hogy szálljon az égen át. Együtt versengünk az időzónákkal, az északi fény útján repülve. No, most már ismeritek az én villámgyors rénszarvasaim történetét. Ígérjétek meg, hogy ez a titok köztünk marad. Most mennem kell, hogy felkészüljek a következő karácsonyra. Hát szervusztok, legyetek jók! Hallottátok a rénszarvasok történetét? A télapó szárnyát húzó rénszarvasokét. 8 voltak. Vágtázó, táncos, ágas, sárkány, üstökös, kupidó, vihar és villámlás. Aztán egyszer egy 9. szarvas is csatlakozott a fogadhoz. Furcsa jószág, furcsa néppel. Fényes, élénk, piros orrú rénszarvas. Rudolfnak hívják. Rudolf a kedvenc prímes, a piros orrú rénszarvas. Rudolf a fényességes, a többi nyolc csak szép szarvas. Nevettek rajta százszor, a rénekrémnek csúfolták. Mondták, hogy játszon máshol, a fényes orrát gondolták. Sűrűköd szártult a hó, hát így szólt a télapó. Az orrod mind az izzó nap, légy te lámpa a szánkónak. Csodálta már nyolc társa, Rudolfé az első hely. Piros kis orra, mint fátja, a télapó nem téved el. Rudolf
piros sorú vén szarvas. Az klassz! Az aggancsa ékes, a vége nagyon éles és kemény, akár a vas. Rudolf a fényes, a teste pici céles, de vezeti a nyolc szarvast. A nyakánál prémes, a hangja viszont rémes, ha énekelne, hogy hallgass. Sűrű köd szállt.